Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni az ő következő lépése. Ez egy általános kivetés. Viszont én meg vagyok arról győződve, hogy nincsenek véletlenek. Tehát, ha megtekinted ezt a videót, akkor ez a felvétel neked is szól. Viszont, ha szeretnél egy személyes jóslást, erre is megvan a lehetőség, te e-mailen keresztül felveheted velem a kapcsolatot. És ha megrendeled ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat, a díjam mindig 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mi az ő terve. Hát ő még benne van ebben a toronyban, fogva érzi magát. Ez olyan, mint egy labirintus, keres egy kiútat, keres egy megoldást. Itt lesznek változások, hiszen ez a torony majd összeomlik. A torony jelentett egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet is. De nem kell félni ettől a kártyától, hiszen itt van két lehetőség. Ez a piros ruhás, az leesik a mélybe, a másik pedig, a kék ruhás, az kapaszkodik itt a felhőbe, tehát látja a megoldás, megvan a bizalom, hogy a Jóisten majd segíteni fog ebben a helyzetben. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Itt lesznek változások, hiszen lesz egy új irány. Az egyik partot már elhagyta, a másik part még nem látható. Tehát ez egy átmeneti időszak. Lehet, hogy itt most összeomlik minden, ez a régi part, viszont vannak lehetőségek, eléri az új partot, az lehet egy új kezdet is. De mivel ez egy átmeneti időszak számára, előfordulhat, hogy még vannak nála kicsit félelmek vagy bizonytalanságok. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit tesz irányodba. Hasonló ez a kép, mint itt a toronynál is, hogy úgy minden a feje tetejére áll. Sőt, ő úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Az is lehet, hogy te érzed, hogy nála problémák vannak. Neki még időre kell, időre van szüksége, amíg itt meghozza a döntéseket, és te vagy ebben a helyzetben, hogy nem tudod, hogyan tovább, hiszen minden úgy a feje tetejére állt. Viszont, ahogy a tornyot meg lehet fordítani, és akkor látható a kék ruhás hölgynél ez a könnyűség, ezt a kártyát is meg lehet fordítani, és akkor látható a megoldás, hogy hamarosan lesz ez a könnyűség, hiszen látható a képen, hogy mennyire elegáns ez a férfi, és ott van a talaj a lába alatt, tehát lesznek lehetőségek ebben a helyzetben. Az utolsó kép azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Ő kezébe veszi a dolgokat, kezébe veszi ezt az arany kelyhet, ami jelenti az érzelmeket, az ő intuícióját, az inspirációt és a szerelmet is, hiszen átnyújtja számodra ezt a kelyhet, ami utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát kimutatja hamarosan az érzelmeit, ami összeköt benneteket,
ez a szerelem, ez a szeretet, a mély érzelmek. Akkor is, ha vannak még problémák, vagy egy átmeneti időszak, ne légy bizonytalan, hanem higgy abban, ti eléritek az új partot, és megvan a talaj a lábad alatt. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!